10 éves a Drawing. A soproni hardcore zenekar jubileumi koncerttel ünnepel, és megjelent 5. lemezük is Harcban élve címmel. A zenekart a frontember otthonában látogatta meg stábunk, ahol számos relikvia és emlék is előkerült az elmúlt évtizedből. Részlet a Drawing zenekar új lemezéről. A frontember otthonában található relikviák számából is látszik, nagy múltra tekint vissza a zenekar, több mint egy évtizedre. 10 éves a zenekar, előtte is Drawing néven működtünk, de akkor még más zenét játszottunk, nem ezt a kemény vonalas hardcore-t, és a Chris-szel úgy döntöttünk, már akkor is, előtte is ezt akartuk, hogy mi ebbe az irányba mentünk el. És hát itt 10 évvel ezelőttől számoljuk igazából a Drawingnak a kezdetét. Alapító tag Chris és én vagyok, a Benny is velünk lógott az elejétől kezdve, de mint csak segéd, tehát nem zenélt, mindig jött velünk pakolgatni, meg jött a zenekarral, az Ádi pedig 6-7 évvel ezelőtt érkezett hozzánk. Ugye vissza lehetne térni még régebbre, ugye a Mordor zenekar. Ként kezdtünk el úgy zenélni, átneveztük magunkat Drawingra, akkor lett a Szőke András az énekes, és hát akkor ilyen pánkortam, akkor is talán az Atával már volt egy kicsit ilyen rappes vonal, és így én igazából, meg a Bazsi is szerintem már régebb óta szerettük a keményebb zenét, tehát ilyen thrash metalos, hardcore-os vonalat, és utána Bazsinak előre kellett lépnie, mint énekesnek. Akkor a kölyök lett, igen, frontembernek, igen. És a kölyök lett a dobos, Major Szabolcs, és akkor már abszolút ezt a keményebb vonalat kezdtük el. Finomodott szerintem az évek folyamán, talán letisztultabb, úgy kezdjük, bár minden lemeznél mondjuk, hogy kezdjük megtalálni magunkat, de szerintem ez folyamat minden zenésznél, meg minden zenekarnál változik. Talán most kicsit dallamosabb lett, de mégis valahogy... az alapok talán keményebbek, én úgy érzem. Ides Tova 10 éve zenélek, de 7 éve veletek, vagy 6. És hát azért sok mindenen átmentünk, sok mindent tanultam. Minden évben vannak jó koncertek, meg rosszak is, csalódások, meg olyanok, amik miatt ezt érdemes csinálni. Úgyhogy összességében ez egy pozitív, vagy hát nem tudom, hogy a zenélés alapból egy pozitív szerintem. Hát annak kéne lennie mindenki számára, de ez a zenekar, meg az egész, amit csinálunk, szerintem elég király. 12 éves voltam, amikor elkezdtem komolyabban zenével foglalkozni, akkor iratkoztam be ugye dobolni. Nekem hát a Hupikék, Törpikék után nagyjából a punk zene volt az, ami így bejött az életembe. Aztán próbálkoztam ilyen lájtosabb zenékkel, mint a Tankcsapda, meg stb. Ilyenekkel zenélni. És volt egy másik zenekarom, mi ott metált játszottunk. Ez egy kicsit dallamosabb volt, nem ez a végig, ez a végiguráló és toljuk előre, és szerintem az új albumban észre lehet venni azt, hogy én egy kicsit ezt a dallamosabb dolgot belevittem a zenekarba. A Drawing folyamatosan koncertezik, nemrég Székesfehérváron az Akella zenekarral léptek fel. Nem lettünk sztárzenekar, ugye Magyarországon a hardcore az undergroundnak, úgymond az undergroundja is szinte, vagy hát így, hogy mondjam, tehát nagyon-nagyon eldugó stílus. Azon belül, viszont a hardcore-on belül úgy érzem, hogy a 10 év alatt azért úgymond elég jó nevünk van, tehát ott vagyunk a legismertebb zenekarok közt. Nem is véletlen, hogy az Akellával megyünk. Szeretnénk egy kicsit az egész zenekarnak a rajongó, vagy a közönségét úgymond egy kicsit tágítani, tehát más stílusokból is megfogni embereket. Sopronban december 15-én a 3. Hard Christmas fellépőivel ünnepli 10. születésnapját a Drawing a Hangárban.